Minden ötödik iskolás és minden tizedik felnőtt fogyasztott már valamilyen kábítószert a KSH statisztikája szerint. Ez megegyezik egyébként az uniós átlaggal. A leggyakrabban valamilyen könnyű drogot fogyasztanak a fiatalok, többen rendszeresen. Érdekes, hogy a droghasználat ritkán társul rossz családi háttérrel vagy eseménnyel. Tolner Gabriella, pszichológus a vendégem, jó estét kívánok! A pszichológus látja ezt nap mint nap, ezeket a statisztikákat tapasztalja, és el kell mondani azt is, hogy a drogambulancián is dolgozik ön pszichológusként. Gabriella, mi a jellemző? Ez az adat reális adat, mert hogy ugye ebben benne vannak azok is, akik kipróbálják a drogot, de nem rendszeres használók, vagy pedig egy picit torzít? Ez egyáltalán nem torzít, tehát ez egy teljesen reális adat, sőt még lehet, hogy ennél egy kicsit rosszabb is a helyzet. Tehát, hogy itt bevizsgált adatokat látunk. Most nyilván nagyon sok olyan ember is van, aki nincs ebben a statisztikában most benne, és bőven szerhasználó. Tehát ennél rosszabb a helyzet. Tehát ez egy bevalláson, vagy statisztikán alapuló adat? Ez egy statisztikán alapuló, biztosan egy olyan adat, ami a különböző ambulanciáknak a forgalmával, a kórházi forgalmakból van bemérve. Tehát, hogy ezért ennél rosszabb a helyzet. Tudjuk, hogy nem minden fogyasztó kerül szakemberhez segítségért. Mi lehet az oka, hogy idáig fajult a helyzet, lehet ezt a szót használnom, hogy a fiatalok egyre gyakrabban és egyre fiatalabban nyúlnak a tiltott szerekhez? Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy egy kamaszkor, ugye miről szól, arról, hogy kipróbáljunk új dolgokat, veszélykereső magatartás van, tehát nem meglepő az, hogy ők így próbálkoznak egy kicsit bontogatni a szárnyaikat, esetleg negatívabb irányba is. Hát régen mi volt? Az volt, hogy elmentek szórakozni, megittak valamennyi alkoholt, attól így jól érezték magukat. Ugye most az van, hogy rájöttek arra, hogy van egy olyan anyag, amit olcsóbban be tudnak szerezni, mint az alkoholt, amitől nem lesznek másnaposak, a szülő nem fogja észrevenni, és nincs tudásuk arról, hogy ez mennyire veszélyes. Ugye a díler, aki eladja nekik, azt mondja, hogy ez egy nagyon jó dolog, nem lesz tőle bajod, mindenki ezt használja, én is ezt használom, és van egy óriási nagy tudatlanság, kipróbálják, és aztán pedig szépen lassan, mire oda jutnának, hogy rájönnek arra, hogy gond van, addigra rászokhatnak. Mi a jellemző egyébként? A drog jelenléte jelent nagyobb problémát, vagy a fiatalok körében egyébként elterjedt, de már régebben is használatos alkohol, a cigaretta, de úgy látszik, hogy most már nem is ezekről kell beszélni, hanem kimondottan a tiltott szerekről tehát. Nyilván az alkohol az továbbra is egy nagyon népszerű dolog. Kevésbé jelent náluk gondot, mi egyre inkább azt látjuk. Tehát azért nem az a tapasztalat, hogy 18-19 éves alkoholfüggő fiatalokat kezelnénk, de az, hogy 18-19 éves, illetve ennél jóval fiatalabb drogosokat, az igen. Tehát, hogy ez veszélyesebb most rájuk nézve, úgy néz ki. Mennyire nincsenek tisztában azzal, hogy mit csinálnak, mennyire egészségkárosító lehet a szer? Egyáltalán nem tudják. Tehát ugye a dílerek, ez egy nagyon-nagyon jól felépített reklámra alapszik, ugye mi történik, az történik, hogy adnak neki egy jól hangzó nevet, ugye biofű például, erre nem nagyon gondolnánk arra, hogy ez egy halálos méreg, ugye ők azt gondolják, hogy nem lesz tőle semmi bajuk, semmilyen tudásuk nincs gyakorlatilag, tehát a nagyon jó iskolákból származó, nagyon okos, nagyon jó családi háttérrel rendelkező gyerekek pontosan ugyanúgy belecsúszhatnak a tudatlanság miatt ebbe. Egyébként a szülő látja ezt, vagy nem figyel, vagy nem veszi észre, tényleg ennyire titokban lehet ezt tartani? Egy darabig lehet titokban tartani. Tehát akár még egy fél évig is. Ugyanis a gyerek hazamegy este a buliból, miután másnap nem lesz ennek semmilyen hatása, ezért nem biztos, hogy ezt észre fogja venni a szülő. Ugye minél inkább rászokik, akkor már természetesen ott lesznek a jelek, na de az már elég egyértelmű, amikor a gyerek egyre több pénzt elkölt, eladogat dolgokat otthonról, viszont vannak ennek sokkal korábbi jelei is, amit azért, hogyha a szülők tisztában lennének vele, lehet, hogy észrevehetnének például, hogyha a gyereknél nagyon sok a szemcsepp, ugye mire használja, hogy ezeket a vörösségeket amiben megpróbálja eltüntetni, hogyha nagyon sok dezodort használ, hogy mivel próbálja, hogy ezt elnyomni, mit próbál ezzel gyakorlatilag elnyomni. Ugye nagyon sokan nem tudják, hogy az ilyen papírok, amit is vannak, a széleit leszokták tépni, amit a bizonyos szernek az elkészítéséhez szoktak használni, tehát hogy ez egy elég feltűnő dolog lehet, hogyha a szülő lapozza a gyereknek a iskolás könyvét, és azt látja, hogy mindegyiknek a vége ilyen szamárfőszerűen ki van téve, tehát hogy azért ennek vannak ám jelei, van még jó pár, és hát jó lenne, hogyha ha utána is
néznének az interneten, nagyon sok oldal van, ahol ezek kifejezetten fel vannak tüntetve. Mármint, hogy a szülők is utána néznének, és nem csak a gyerek. És nyilvánvalóan akkor nem jutna el odáig a gyerek, hogy függővé válik. No, de mi a függőség? Egy fél mondat erejéig most megszakítjuk a beszélgetésünket, mert tegnap a Tudáspresszóban erről volt szó. Demetrovics Zsolt egyetemi tanárpszichológus beszélt erről, lássuk. Akkor beszélünk azért, amikor valóban függőségről beszélünk betegség értelemben, akkor ugye az történik, hogy az illető nem tudja ellátni a megfelelően az ő megszokott élethez kapcsolódó dolgokat, tehát a munkáját, a tanulmányi teljesítményét, a különböző szociális szerepeket, tehát a családi szerepeibe, házastársként, a gyerekekről való gondoskodás, nem táplálkozik megfelelően, nem alszik eleget, stb. Stb. Tehát valamilyen módon azok az alapvető működések szorulnak ki az életéből, ami, hát ugye normális szót nem szeretjük, mert az egy nagyon-nagyon tág dolog, de hogy mondjuk ami az illető személynek a megszokott és többé-kevésbé társadalmilag elfogadott, hogy mondhatjuk azt, hogy az alkalmazkodását segítő életvitelihez tartozik. Ha ez borul, akkor van baj, de ahhoz, hogy ez boruljon, ahhoz az kell, hogy valami fölülírja ezeket a viselkedéseket, és azért erre nem... Tehát elvileg bármi, de valójában nem bármilyen viselkedés képes, nem véletlen, hogy azért van néhány olyan addikció típus, amelyiknek viszonylag magasabb az előfordulása, és másoknak nem. Nos, hát rengeteg gondolat fogalmazódott meg még ezen a beszélgetésen, és hát mindenek előtt, hogyha innen folytatjuk, akkor érdekes az a kérdés, hogy miért nyúl valaki droghoz, miért alakul, vagy alakulhat ki a függőség. Ugye a pszichológus professzor sorolta a további jeleket, amiből lehet következtetni arra, hogy valaki már függő, nem csak használó. Uh-huh. Tehát alapvetően ugye ahhoz, hogy valaki függővé váljon, ahhoz kell egy nagyfokú hiányosság. Ezeket általában a személyiségben keressük. Nyilván ezeknek van egy gyökere, amit azért érdemes a családi háttérben, a kötődésekben keresgélnünk. Tehát azért ennek oka van. Véletlenül senki nem lesz függő. Az, hogy ezek akár a fiatalok, vagy bárki valamennyi ideig szerhasználó, úgymond parti drogos lesz, az nem biztos, hogy hosszú távon olyan problémát fog okozni, ahol nem biztos, hogy egy függőség fog kialakulni. Viszont ahhoz, hogy ez megtörténjen, mindenképpen kellenek személyiségbeli hiányosságok. Vagy egy olyan esemény esetleg, ami elősegíti, vagy előidézi? Esemény nem, inkább az esemény feldolgozásának a képtelensége. Tehát az, hogy történik valakivel egy trauma, az nem váltja azt ki, hogy ő függő lesz. Az fogja kiváltani, hogy van egy traumája, ami benne kivált egy csomó olyan negatív érzelmet, amivel ő nem tud megküzdeni, és egy ilyen nem megfelelő, inadekvát megküzdési módhoz fog ő vagy hozzányúlni, vagy... És ez történik egyszerűen. Nos, hogyha ilyen széles réteget érint a probléma, és a fiatalok széles rétegét, és az ők szüleik széles rétegét is, akkor tudni kellene az utakat, a probléma orvoslásáig vezető utakat. Az az alapvető hiányosság a szülőknek, hogy nem tudják hová, kihez, és hogyan forduljanak, hogyha tapasztalják a problémát. És egy nagyon nagy stigma is övezi még ezt a problémát, hozzá kell tenni. Így van, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy nyilván mi, akik ezzel foglalkozunk, ezzel pontosan tisztában vagyunk, és nagyon-nagyon odafigyelünk arra, hogy ez minél intimebb körülmények között zajlanjon. Tehát ne az legyen, hogy ezt most mindenki megtudja, hogy ő oda fog járni, vagy hogy oda jön segítségért. Tehát ezekre odafigyelnek a szakemberek. Nyilván lehet jönni a drogambulanciákra, ez egy nagyon fontos terület. Lehet jönni az addiktológiai osztályokra, nem feltétlenül befekvésre vannak itt szakrendelők, és ahol ugyanúgy azon a területen, interneten ezeket mindent meg lehet találni. Ugye, hogyha valaki esetleg még mindig nem szeretne ilyen rendszerbe belekerülni, akkor ezeket ugyanúgy magánúton is meg tudja találni. Igazából minden egyes ilyen oldal vagy területnek megvannak az internetes felületei természetesen, úgyhogy csak rá kell keresni. Hogyha összességében nézzük a problémát, és akkor visszakanyarodunk az első kérdéshez, akkor hogyan lehetne ezen a rossz statisztikán javítani? Ugye ez egy folyamatos kérdés, ami itt lebeg a szakemberek előtt, büntetéssel, prevencióval, és még lehetne sorolni. Mi lenne célra vezető ön szerint? Hát, hogyha a függőség kialakulásában gondolkodunk, akkor mindenképpen a családban.
Tehát ott akkor a családban kellene helyet rakni, és mi azt tapasztaljuk, hogy sajnos egyre több az olyan fiatal, aki úgy vállal gyereket, hogy nincs erre felkészülve, és annak lehet egy ilyen eredménye, mert hogy már ott lesz egy csomó hiányosság abban a kisbabában, amit ugye ő nem fogja tudni egyszer neki megadni, ő már ugyanezt tovább is fogja tudni szépen örökíteni, tehát ott kellene a családban nagyon egyszerű intervenciókat adni, mert hogy nem mindenki számára egyértelmű az, hogy hazamegyek, és megkérdezem a gyerekemet, hogy mi volt az iskolába, vagy hogy megöleljem, vagy hogy elmondjam neki, hogy szeretem. Ezek nagyon-nagyon furcsa dolgok egészséges emberek számára, de hogy sajnos nem ez működik, nem ez a megszokott abban, amit mi tapasztalunk. Ugye a másik terület, hogyha a prevencióban gondolkodunk, még mindig azt látjuk a legjobbnak, vagy hát nem biztos, hogy ez a legjobb, de ez az, amihez hozzá tudunk nyúlni, hogy minél fiatalabb korban, tehát itt már általános iskolában gondolkodunk, bemenni, minél több információt nyújtani arról, és nem is feltétlenül mi szakemberek, hanem azok a már úgymond gyógyult fiatalok, akik ezen az úton már átmentek, ők tudnak a legjobb információval szolgálni, és azt gondoljuk, hogy ők a leghitelesebb források, és ők azok, akiket a még nem fogyasztók a leginkább elfogadnak. A kortárs önkéntes, így van. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.